Budapesti gyerekként rengeteg időt töltöttem nyáron itt a Balatonnál, és a nagyszülők nem messze Veszprémtől laktak, és hamar eljött ez a pillanat, hogy nem betévedtem az állatkertbe, és nagyon hamar itt is ragadtam. Megragadott aznak a sajátos varázsa, ez a belső klíma, az egzotikus állatok közelsége, és úgy tűnik ez a szerelem egy hosszú távú kapcsolat lett aztán, hisz évtizedek óta tart, és hát a mai napig is töretlen. Veszprém egy kicsit más, mint a hazai állatkertek, hisz több mint 6 évtizeddel ezelőtt, annak idején egy rendkívül széles társadalmi összefogásnak köszönhetően valósult meg a veszprémi állatkert. Akkor még az Úttörő Szövetség berkein belül kezdték az állatkert építését, és a veszprémiek, Veszprém környéki emberek szabad idejükben akkor még nagyon sokszor társadalmi munkába szombatonként jöttek el és építették az állatkertet, és ez egy sajátos hangulatot is adott az állatkertnek. A mai napig nagyon sok olyan idős vendégünk van, akik elmesélik, hogy itt ezt a lépcsőt mi építettük. Ennek a kifutónak az építésénél, kerítésnek az építése ismerkedtem meg a párommal, férjemmel, feleségemmel, és ez egy olyan kötődés a veszprémiek részéről, ami azt hiszem még az országban is párját ritkítja. Munkatársaimmal 12 évvel ezelőtt kezdtük el azt a fejlesztési ciklust, melynek eredményeit most itt évről évre megcsodálhatjuk. Először is azzal kezdtük, hogy a korábbi 9,5 hektáros területet több mint 30 hektára bővítettük, hisz alapvető cél volt, hogy ne csak Veszprém és Veszprém környékéről jöjjenek el a látogatók, hanem minél messzebbről. Legyünk őszinték, egy mai profi állatkertből bizonyos állatfajok nem hiányozhatnak. Ezek gyermekkorunk képes könyvének állatai, nem hiányozhat egy elefánt, egy zsiráf, valamilyen majom, a kígyók, a krokodilok, és. Mi azért megpróbáltuk a látogatóinkat egy kicsit meg is kérdezni, hogy melyek azok az állatfajok, amelyeket a legszívesen látnának. És ezek mentén kezdtünk el aztán egy olyan fejlesztési koncepciót kidolgozni, melynek remélem csak a közepén vagyunk, hisz azt szoktam mondani, egy állatkert soha nincsen kész. Évről évre tudunk többet az állatkerti lakóinkról, az életükről, a tartás technológiájukról. Nem beszélve arról, hogy a turisztikai elvárások is nagyon hamar változnak, egyre magasabbak a látogatók elvárása, és ennek kell nekünk megfelelni. Emellett, amire különösen büszkék vagyunk, egy háziállat bemutató is kivitelezésre kerül. Sokszor megkérdezik, hogy háziállatok egy állatkertbe. Kérem szépen, legyünk őszinték, a legtöbb városi gyerek már nem nagyon találkozik háziállatokkal, és igenis, hogy nálunk meg kell tanulni, hogy a tehén nem lila, a malacok nem büdösek, őnekik malacaguk van, tisztán kell őket tartani, és a tojás nem egy multi polcáról származik, hanem bizony be kell menni a tyúkolba, és meg kell keresni a fészekbe. Szerintem erre nagyon nagy igény van, legyünk büszkék ezekre a korábbi magyar állatfajtákra, mutassunk be a gyerekeknek, így egy kicsit megőrizve a múltkor egy gyönyörű emlékét. Mi itt a Veszprém Állatkertben büszkék vagyunk arra, hogy Veszprém város valamennyi általános iskolás diákja évente egyszer az iskolában ingyen meglátogathatja a Veszprém Állatkertet, illetve a legtöbben részt is vesznek különleges foglalkozásokon, legyen ez a madarak vagy fák napja, legyen ez mondjuk egy adott tematikus előadás természetvédelem, környezetvédelemről, külön pedagógus munkatársunk van, aki fogadja a gyerekeket, akinek ez a szakterülete, és ahogy visszatekintünk az elmúlt évekre, hatalmas népszerűségnek örvendenek ezek az előadások, nem beszélve a nyári zótáborokról, ahol azt szoktam mondani, néha könnyebb bekerülni egy-egy jeles egyetemre, felsőoktatás intézmény, mint nálunk a zótáborba, már csak azért is, mert megpróbáljuk alacsonyan tartani a létszámot, viszont annak az adott létszámú gyereknek a lehető legtökéletesebb egy hetet biztosítani ahhoz, hogy minél többet tanulhassanak a természetről, természetvédelemről és állatvédelemről. A Veszprémi állatkertnek a viszonylag szerény költségvetése ellenére nagyon nagy ambíciója vannak a kutatás területén is, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy például a Veszprémi Pannon Egyetemnek
a kihelyezett gyakorló helye a Veszprémi Állatkert. Partneri megállapodásunk van az Állatorvos Tudományi Egyetemmel, de évről éve nagyon sok fiatal diák itt írja a diplomadolgozatát, itt végzi az ahhoz kapcsolódó kutatásait, vagy pedig nagyon sok egyetemista hallgató nyáron nálunk tölti a gyakorlat idejét, legyenek akár a mezőgazdaságból, természetvédelmű, vagy akár ifjú állatorvos jelöltek. Ez nagyon fontos, hisz az egyik alappillérünk éppen a kutatás, az oktatás, amelynek minél magasabb szinten szeretnék a jövőben is megfelelni. Egy állatkert igazgatónak gyakran felteszik a kérdés, hogy van-e kedvenc állata, nagyon nehéz megválaszolni. Azt szoktam mondani, hogy mindig az a kedvenc, akivel éppen a legtöbb probléma volt az elmúlt időszakban. Ez talán így is van itt a Veszprémi Állatkertben. El nem felejtem, évek óta azon dolgoztunk, hogy először a Veszprémi Állatkert életében kis orszarvú szülessen. 10 év munkája van mögötte, megérkezett Pablo, az első orszarvunk, minden veszprémi gyerek nevén ismerte Pablót, aki aztán kapott mellé egy párt, de valahogy évek alatt nem sikerült összehozni a kis orszarvút. Aztán próbálkoztunk mesterséges termékenyt, és aztán azt mondtuk, hogy kedves Pablo, veled nem megy, akkor kénytelenül egy erősítést hívni. Érkezett egy újabb ifjú orszarvubika, és bizony 10 év kellett ahhoz, hogy egyik péntek délután ott álljunk, és szinte könnyes szemekkel figyeljük, ahogy világra jön a Veszprémi Állatkert első orszarvú bébie. Akkor mindig olyan büszkén megyek a kifutó előtt, és a lehetőségem van benne az orszarvházba, egy kicsit meg is simogatom Riát a kis orszarvút. Nehéz választani, de azért mindig van egy-egy olyan állat, aki egy kicsit, éppen azért, mert rengeteget kellett vele foglalkozni, közelebb áll az ember szívéhez. A fejlesztéseiknél mindig ügyeltünk arra, hogy egy kicsit egy sajátos arculatot tudjunk kialakítani. Természetesen minden állatkert egy kicsit más, de a Veszprémi Állatkert megpróbált minél természetközelibb maradni. Állatkert a természetben, természet az állatkertben. Aki már végig sétál itt az állatkerten, amellett, hogy a hagyományos fejesvölgyi területünkben magában egy csodálatos természeti környezet a sajátos sziklás kialakításával, de itt fenn a gulyandomi területen is például nem terveztünk egyenes utakat, hisz az erdőben sincsen egyenes ösvény, éppen ezért ilyen kacskarinkos kis erdői utakon megyünk végig, megpróbáltuk meghagyni minden a természetes növényzetet, sőt az elmúlt 10 évben több mint 5000 fát és cserjét ültettünk. Már csak azért is, mert a növények hozzátartoznak egy állatkerthez, már csak azért is, hogy nyáron mind az állati lakóinknak, mind a látogatóinknak minél több árnyékot adjanak, nem beszélve a madarakról, akiknek ugye a fák költési helyet szolgáltatnak. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy megpróbálunk minél nagyobb kifutókat létrehozni, az Afrika szavanna kifutónk, Magyarország legnagyobb kifutója, közel 2 hektáros, hisz biztos vagyok benne, hogy az a jövő, hogy amikor itt vagyunk, megelégedéssel távozzunk, hogy szemmel láthatóan az állatok jól érezték magukat, vígan nyargaláztak a külső kifutójukba, hisz akkor fog egy vendég visszatérni, akkor lesznek törzsvendégek a látogatóink, hogy úgy mennek haza, hogy hú, de jó volt, milyen klassz napot töltöttünk el a Veszprémi Állatkertbe, ide jövőre is visszajövünk.